Amit én láttam, az egy görcsösen a saját démonaival küzdő ember, aki gyakorlatilag bepillantást engedett nekünk egy kicsit abba, hogy mi van a fejébe, az a folyamatos hatalmi harc, az az ő hatalmi harca, amiről folyamatosan beszélt. A néppárttal harcol, Junckerrel harcol, Weberrel harcol, sajnos Európával harcol, a magyar ellenzékkel harcol, de hogy az egész nem a programról szólt, hanem erről a lelki világról, amiben hát nem csak Orbán Viktor van, hanem ezzel a propagandagépezettel, hogy ebbe próbálja tartani egész Magyarországot. Igen.